2012. április 23-án éjfélkor vette kezdetét a 24. Veszprémi Egyetemi Napok, azaz a VEN, amely idén sem csak a VEN-polgároknak, diákoknak és tanároknak nyitotta meg kapuit a Pannon Egyetem felső kampuszán. A Burn Arénában elsőként a diákrektori hivatal, vagyis a DIRH tagjai fektették le a kötelező alapszabályokat, miszerint a rendezvény ideje alatt mindenki egyenjogú és tegeződni köteles, a magázódás pedig kitiltatott és büntetendő. Ezután egyetemünk rektorát szólították fel, hogy mondjon le titulusáról, és vegyüljön el a VEN polgárok között. Dr. Friedler Ferenc köszöntőjében jó szórakozást kívánt minden résztvevőnek, és hivatalosan is megnyitotta a 24. Veszprémi Egyetemi Napokat. Természetesen ebben az évben is bemutatták az induló csapatot értékelő és pontozó 9 tagú zsűrit, amely már több éve segíti a diákrektori munkát. A szokásokhoz híven az Egyetemi Napok hivatalos dala is felcsendült, melyet maguk a diákrektor jelöltek adtak elő. Végül a megnyitót az 5 versengő csapat, az Inventors, a Venstern, a Vented, a Reffen és az Úttörők kortes dalainak bemutatása zárt. Az ezt követő bulizás pedig a csapatkocsmákban hajnalig tartott, hiszen mint mindig, idén is alkonyattól pirkad a VEN.